Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István tagiskolában, hiszen Györfi napok vannak, mint minden év februárjában. Borsosnyi Herceg Judittal beszélgettünk a Györfi napok rendezvényeiről. Köszöntöm Önt is a nézőink nevében. Én is szeretettel köszöntöm Önöket és a Városi Televízió valamennyi kedves nézőjét. Milyen programok voltak már, hiszen már elkezdődtek az elmúlt héten a Györfi napok, mi mindennel várják a szülőket és a hozzátartozókat? Az idei rendezvénysorozatunkat 2014. február 7-én péntekén ünnepi megnyitóval kezdtük a Diriné Kulturális Központban. A megnyitó ünnepséget Pánti Ildikó iskolánk nyugalmazott igazgató nője, önkormányzati képviselő nyitotta meg, ezt követően pedig hatalmas sikerrel egy néptáncgála került megrendezésre. Ezen a néptáncgálán intézményünk 15 osztályának táncos tanulói vettek részt. A sorozatunk ezen a héten tovább folytatódik, illetve folytatódott. A mai nap folyamán reggel 8 órakor a József Attila úti iskolaépület aulájában megkoszorúztuk Györfi István emlékszobrát, ezt követően pedig a délután folyamán helytörténeti pályázatok értékelésére kerül sor. A sorozat holnapi nappal folytatódik, városi olvasóversenyt szervezünk alsó tagozatos tanulók részére, ezt követően pedig a csütörtöki nap szintén egy újabb versenyre invitáljuk a kistérségben élő gyermekeket és tanulókat, kollégákat, ez az English is Fun angol nyelvi vetélkedő és verseny fog zajlani. Február 28-án alsó és felső tagozatos tanulóink farsangi mulatságon vesznek részt a városi sportcsarnokban, és a rendezvény sorozatunk zárásaként március 8-án a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány jótékonysági bálját rendezzük és tartjuk. Itt beszéltünk arról, hogy a gyerekeknek ez többfajta megméretést is kínál, viszont ezen az időszakban a szülőket is invitálni szokták az iskolába, hiszen szerdán nyílt napok lesznek, minden tanórára be lehet menni, vagy ez hogy van? A nyílt óráinkat valóban szerdai nap folyamán szervezzük, és várjuk a kedves szülőket és érdeklődő kollégákat. Reggel 8 órától egy ütemterv szerint valamennyi osztály, alsó tagozatos osztály lehetőséget kínál az érdeklődő szülők számára, illetve felső tagozaton is az elmúlt évek gyakorlatától eltérően nyitottá tettük a tanórai foglalkozásokat. Ezekre a foglalkozásokra is szeretettel várjuk a kedves szülőket. És mik a korábbi évek tapasztalata, és sokan eljönnek, megnézik ilyenkor gyermeküket? Igen, valóban ez kedvelt program a szülők részéről, hisz ilyenkor lehetőséget kapnak betekinteni nevelő-oktató munkánkba, illetve természetesen minden gyermek saját, vagy minden szülő saját gyermekére kíváncsi, és ilyenkor a figyelő tekintetek rájuk irányulnak. Azt hiszem, hogy akkor még tartalmas napok vannak Önök előtt. Biztos nem fogja nekünk elárulni, hogy mi lesz a meglepetés műsor, hiszen azért az alapítványi bálon megszoktuk, hogy mindig van egy meglepetés műsor. Gondolom már javában zajlanak a próbák, lehet tudni esetleg, hogy mit fognak előadni? Valóban javában zajlanak a próbák, kollégák és szülők, illetve tanulók bevonásával. Valóban meglepetésként még a közvetlen kollégáknak sem árulták el a rendezők és forgatókönyvírók az előző évek tapasztalatait figyelembe véve nagy durranásra számítunk az idén is. Természetesen a színházi színtársulat előadását a 8. osztályosaink nyitótánca gazdagítja. Akkor még pár hetet várnunk kell, hiszen olyan 3 hét múlva lesz ez a jótékony bál. Akkor addig jó próbát kívánunk a színtársulat tagjainak, és sikeres Györfi napokat Önöknek. Köszönjük szépen, szeretettel várjuk valamennyi érdeklődő vendéget a rendezvényeinkre. Köszönjük!